Nemrég láthattuk Nagybotont, brassói származású fiatal rendező Vakok című előadásának bemutatóját a Kolozsvári Magyar Színházban. A rendezőt és az előadás dramaturgját Kali Ágnest várom a stúdióba, de előbb lássuk, miért is érdemes jegyet váltani a Metterlang szövegét kiinduló pontnak használó darabra. A Maurice Metterlang, Samuel Beckett, Hajas Tibor, Pilinszky János és Pier Paolo Pasolini szövegeit felhasználó Vakok című előadás Nagybotond rendező szerint egy technopoétikus installáció, melynek a zene és a vizuális elemek is egyenrangú szereplői. Én igazából hagytam, hogy vigyen. Tehát hagytam, hogy kézen fogjon és vigyen Boti, mert én nagyon, hogy mondjam, én nagyon hanyat estem ettől az ő világától, ettől az ő kincses szobájától, hogy ő kinyitotta és megmutatta az ő mindenféle, tehát ezt a lelki gazdagságot, ezt a kapaszkodást a világba, a kérdéseit, a válaszra várakozásait. Számomra egy olyan izgalmas és új és nagyon fiatalos világ nyílt meg, hogy ez igazából engem ez vitt. Szóval az, hogy ők annyira másképpen látják azt, amiben mi felnőttünk, mint színészek, ugye ők, mint művészek egészen másképpen gondolkoznak, és ez nekem egy nagyon újszerű és izgalmas dolog. És én úgy gondolom, hogy az, ami ma még kísérletnek tűnik, és lehet, hogy vannak sokan, akik elhúzzák a szájukat, fanyalognak, mert azt mondják, hogy mi ez, ez én biztos, és ezt itt elmondom halál biztosan, hogy ez 10 év múlva, hogy mondjam, ez lesz a színház. We have good news for you. The sauna's temperature is now. Tehát ez tényleg egy teljesen újszerű előadás, ahogy Boti is fogalmazott, egy technopoétikus előadás, ami tulajdonképpen egy ilyen videoklipszerű hangulatokra alapozó képekre, érzetekre, és az az érzésem, hogy leginkább a fiatalos szellemiséget megszólító előadás. Azért nem mondom, hogy csak a fiatalokat, mert ugye az idősebb korosztály is, hogyha kellőképpen nyitott és befogadó a más jellegű színházi előadásra, akkor megkapja a maga más színházi előadását. Nekem jó volt belebújni, mindig bele akartam bújni egy öregembernek a bőrébe, az agyába, a testébe. És ez így jó volt, kicsit elbújtam ettől a világtól. Egy klasszikus színházhoz szokott néző lehet, hogy kaotikusnak érzi ezt a világot, ami ma elénk tárult. Ti, színészek, hogyan éltétek meg? Egy újszerű dolgot láttunk mindenképpen. Valóban, hát én csak annyit tudok mondani, hogy egy nagyon energikus fiatal csapattal találkoztunk, a rendező és csapatára gondolok, akikkel nagyon jó volt találkozni, és akik úgy érzem, hogy egy teljesen újszerű és friss energiákkal láttak el bennünket, amelyet mi is fel tudunk használni az elkövetkezőkbe, és azt hiszem, hogy nagyon jót tett a társulatnak ez a fiatal, lendületes munka. Csak
Csak azt szeret, aki lát. Csak azt szeret, aki lát is. Néha álmodom, hogy látok, és csak akkor látok, amikor álmodom. Igen, és azt mondtad, hogy ne kérdezzek elméleti, de pedig te leszel az, akitől megkérdezem, hogy itt senki nem lát? Vagy mindenki lát? Nagyon kevés szöveget tartottunk meg az eredeti drámából, de amit megtartottunk, az tényleg arra vonatkozik, hogy látunk vagy nem látunk. Na most Metterlang ő eleve szimbolista író, tehát soha nem szó szerint azt jelenti, amit mondunk, ami van, vagy amit, tehát a vakság sem igazi vakság, vagy értelmezhető ez, hogy ki vak és ki nem vak. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy itt mindenki vak, lelkileg tulajdonképpen. Jó, és a filozófián kívül jó volt neked konkrétan, Csillának, jó volt ebben az előadásban részt venni? Botival dolgozni olyan, mint egy nagy parti. Úgy képzeld el, táncolás van, tapsolunk, bemelegítünk, akkor mondunk aztán egy kicsi szöveget, aztán beszélgetünk, aztán röhögünk nagyokat. Szóval úgy született ez az előadás, hogy mindannyian itt tulajdonképpen felvállaltuk azt, hogy milyenek vagyunk, mit gondolunk a világról, kicsit vitáztunk is erről, szóval nekem nagyon jól esett. Én nagyon szeretem ezt az előadást. Az, amit mi igazából fiatalságnak nevezünk, az most nyilván azon túl, hogy kinek milyen születési dátum van a személyazonosság igazolványában, igazából annak a kérdése, hogy kinek mennyire nyitott az elméje, vagy kinek van még meg az a képesség, hogy befogadjon dolgokat, vagy hogy rácsodálkozzon dolgokra, vagy hogy észrevegyen dolgokat, vagy hogy úgy figyeljen, mint egy gyermek. Egyfajta forradalmiság történik a színházban is, ami számunkra furcsa, de föl kell zárkozzunk hozzájuk, föl kell vennünk a versenyt velük, úgyhogy izgalmas a próba folyamat, mert teljesen más jellegű a megközelítése, de nem tartalommentes, ami egy nagyon fontos dolog. Az alkotók megfogalmazása szerint ez az előadás nem tesz ígéreteket, és nem magyarázkodik. Nem akar több lenni, mint ami. Egy kollázs. Kollázs a korról, amibe évezredek óta folyton beleszületünk, a sutaságainkról, ahogy elbeszélünk egymás mellett, figyelem és szeretetésségünkről. Hát a Vakok című előadás rendezője Nagy Botond és Kali Ágnes dramaturga vendégeim, szervusztok! Szia! Na hát, hogyha lehetek szubjektív, megengeditek nekem, én személyesen mindenképpen gratulálok az előadáshoz. Hát igazán élmény volt. Köszönöm. És azt mondom, hogy mielőtt itt belefogunk a mi értekbe, az előadás boncolgatásába, ismerjünk meg benneteket. Én kíváncsi vagyok. Végre megköszönted nekem, hogy brassói neveztelek. Igen, hát általában szentgyörgyi származásuként szoktak feltüntetni, de én csak Szentgyörgyön végeztem a liceumot. A Plugor Sándor Művészeti Liceumban volt egy ilyen, hogy egy mai napig is van egy ilyen, hogy drámaosztály. És hát utána felvételiztem Marosvásárhelyen Bocsárdi Lászlónak az osztályába. Felvettek. És már meg is van az eredménye. Hát próbál. Igen, nem tudom. Úgy, ahogy. Így alakult. Ágnes, te? Én a te Sepsi viszont Szentgyörgyi vagy. Igen. Sepsi Szentgyörgyi vagyok. Én a egyetemre jöttem ide fel. Teatrológia szak, színháztudomány szakra iratkoztam be tavaly. És itt ragadtam, színház mellett irodalommal foglalkozok még. Uh-huh. És hát eddig az volt otthonosabb, így evickélek a kettő között. Tehát egészen ügyesen, mint ahogy a színészektől is hallottuk, hát egy üdítő jelenség voltatok számukra. Na, azt mondjátok el nekem, hogy hogyan lettetek a fiatal rendezőket bemutató sorozat kiválasztottjai? Mert hogy ugye... Hát ez egy kicsit úgy történt, hogy júniusban Tompa Gábor
rám írt, hogy küldjek címeket. De miért írt rád? Honnan ismert téged? Hát a Marosvásárhelyen, amikor rendezte a játszma végét a tavalyi évadban, akkor lehettem a rendezőasszisztense abban a produkcióban, és aztán így a nyár közepén írt egy levelet, hogy küldjek neki címeket. És én küldtem, hogy 15 címet, és akkor ő azt mondta, hogy izgalmas lenne ez a Vakok, vagy hogy ő ezt a választ erre adta. Igen, és akkor és mondtam, ezzel. Na rendben van, akkor vágjunk bele. És Ágnessel hogyan találkoztatok? Hogyan hát, rám írt? Hát ismertük egymást a Sepsiszentgyörgyről, a Szentgyörgy kicsiváros, meg a nagyjából a kulturális, nem is tudom, programokban, meg cuccokban így néha találkoztunk. És hát én ismerem a verseit, amit amúgy ajánlok mindenkinek. És úgy éreztem, hogy van valami, amitől jól tud működni egy ilyen kontextusban, hát hogy létrehozzunk egy szöveget, egy előadást, egy vitát, az volt az öröm, hogy tényleg ilyen kényelmetlen kérdéseket tettünk fel egymásnak, és eléggé radikálisak voltunk a szöveggel szemben is, amiből nem maradt, az eredetiből nem maradt azért olyan sok, de úgy éreztem, hogy a első pillanattól, hogy egy hullámhosszon pörgünk, és ezért is úgy érzem, hogy még fogunk pörögni. Igen, én is úgy érzem, olyan ilyen cinkos társaknak mondanám magunkat. Igen, mert a csomó mindenben különbözünk, és az nagyon érdekes, hogy tényleg vannak dolgok, amikkel ilyen homlok egyenes, más véleményünk van, vagy más stílusunk, és nem is az van, hogy egy közös pontot kell megtaláljunk, vagy kompromisszumot kössünk, hanem egy adott ponton van egy találkozás, ahol tud találkozni ez a két világ, vagy ez a két vélemény, és inspiráljuk egymást folyamatosan szerintem. És van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen keringő az egész, úgy érzem. Egy nagyon, nagyon szép kapcsolat szerintem, meg sok bolondsággal. És hát először dolgoztok együtt, ugyebár hát nyilván a Kolozsvári Társulat színészeivel. Ez milyen találkozás volt, azt most már én értem, hogy ti ketten hogyan működtök együtt, de hát itt egy komoly társulattal együtt kellett működni. Az első élményem a Kolozsvári Színházzal az, amikor 9. osztályos voltam, láttam Mihály Moniuciunak a Vojcekét, az volt hát így szinte az első 5 előadás között szerepelt, amit láttam életemben. És hát az egy akkora nagy élmény volt, egy olyan, hát azt kell mondjam, hogy olyan akár katartikus állapotba is kerültem utána, hogy így azóta se értem. Tehát egy csodálatos előadás volt, már akkor így éreztem, hogy ilyen nem létezik. Meg akkor láttam persze a Ványa bácsit, meg még a Visszaszületést, a V betűs előadásokat. És te is jöttél egy V-vel. Igen. És hát ez alapvetően egy álom, legalábbis nekem az volt, hogy ilyen, tényleg ilyen kaliberű színészekkel, ilyen csodálatos emberekkel, ilyen felszerelt technikával, ilyen határozott és nagyon kreatív és nagyon pontra tett PR csapattal találkozzak, tehát tényleg azt kell mondjam, hogy egy felüdülés volt itt dolgozni, tehát nem éreztem azt a fáradtságot a végén, mint eddig más helyeken, ahol dolgoztam, és ez szerintem hát egy gyönyörű hely. Tulajdonképpen nagyon hamar valóra vált az álmod gyakorlatilag. Hát nem tudom. Szerencsés is vagy. Igen, örülök annak, hogy én úgy szoktam magamban ezt elkönyvelni, hogy hamarabb megkaptam azt az utat, amivel azt hiszem, hogy foglalkoznom kell. És hát nem tudom, így kellett, hogy legyen, nem tudok erre ilyen
filozófikus magyarázat. Ágnes, Botond, itt említettétek, hogy volt, feltettetek egymás számára kellemetlen kérdéseket, ugyebár. Tehát amikor a szöveget alakítottátok, gyúrtátok, vágtátok. Na, most már azért térjünk rá az előadásra, én arra kíváncsi vagyok, hogy hogyan került egymás mellé Metter Lang, Samuel Beckett, Hajas Tibor, Pilinszky János és Pasolini szövegei. Mindenki hozt, hogy történt ez? Szerintem, hát elkezdem én akkor. De utána egyszerűen... is meghallgatjuk. Én már tudom, mit akar mondani, azért mosolyogtam. Akkor te csak kiegészíted. Egyszerűen egy kiinduló pontként használtuk. Én szeretem egy kicsit, főleg a klasszikus szövegeket kiinduló pontként használni, mivel azt érzem, hogy egy kicsit az én világomat is bele kell vigyem a szerző által ajánlott világba. És hát egy kicsit vonzották is egymást ezek a szövegek. Én hiszem azt, hogy tényleg az erős és nagy szövegek egy olyan univerzális témáról beszélnek, amelyek között kapcsolódás van. Most ebben az esetben Beckett kapcsolódott, Pilinszky kapcsolódott, fontos volt a tenger, mint szimbólum az egész előadásban, meg munkafolyamatban, meg a víz, és valahogy, hát akár balesetszerűen is, én nagyon hiszek a balesetekben, úgy érzem, hogy a balesetek, jó, nem a pejoratív értelmezésben, de hogy azt hiszem, hogy a színháznak valahol az is tud lenni a varázsa, hogy ezeket a baleseteket úgymond észrevesszük, és hát teret adunk nekik, vagy ragaszkodunk valami előre. Jó, ez mondjuk különböző esetekben, különböző helyzetek vannak, különböző szövegek, társulatok, de most úgy érzem, hogy egy nagyon szerencsés és egy nagyon szép találkozás volt ebből a szempontból, és azt hiszem, hogy a baleseteket szépen ki tudtuk használni. Ágnes? Hát abban a pillanatban, amikor elkezdtünk magával a szöveggel foglalkozni, hát nem tudom, azért nagyon kevés idő telt el, amikor kihúztuk, amikor megérítettük a szöveget, és akkor ott voltunk, megmaradt az eredeti szövegből egy ilyen 3-4 oldalnyi, és akkor ott van az a semmi, ami érzésben megvan, de valamit kell adni. És szerintem ez, tehát nagyon sok szöveget írtunk mi, a színészekkel együtt dolgoztunk ki karaktereket, mert ez egy, ahhoz képest, hogy a dráma mennyire karaktermentes, itt nagyon vigyáztunk arra, hogy mindenkit valamivel feltöltsünk, hogy mindenkinek legyen egy karaktere. És ahogy ezeket a szövegeket elkezdtük írni, így botlottunk bele szerintem sok mindenben. Hát Hajas Tibornak a munkásságában teljesen biztosan, hogy az öndivat bemutatónak a szövege szerepel a szövegben, az egy próba. Ez egy próba eredménye. Hogy így szerintem egymásból építkeztünk sokat, meg azok a balesetek, azok a, nem tudom, volt egy üres valamink, amit feltöltöttünk, és így alakult. És ebben azt hiszem, igen? Én még annyit hozzátennék, hogy az nagyon fontos volt, hogy mivel alapvetően személyesen a társulatból nem nagyon ismertem, és nem nagyon ismertünk senkit, az is egy fontos szempont volt, hogy tényleg egy olyan alapanyagot hozzunk, amiben mindenki ki tud tárulkozni, mindenkinek alapvetően a feladata az ugyanannyi, nincsenek főszerepek, mellékszerepek, hanem vagyunk mi mindannyian, és hozzuk ezt, és ha jó, ha nem, akkor hát jó lett. Nem abból a szempontból, hanem. Itt tulajdonképpen nagyon sok színész, hát idézőjelben arra kényszerítettetek, hogy ő építse fel a saját karakterét. Tehát nem mindenkinél volt egy megadott, jól meghatározott karakter, vagy nem éreztem én jól? Abból indultunk ki alapvetően, hogy tehát ez a vakság, ez egy belső vakságot akartunk mi körbejárni, és mindenkivel beszélgetve, meg tehát valahogy együtt körvonalazódott egyfajta trauma, ami mindenkinek a karakterét, a karakterének a magját képviseli, meg a gyökerét, és akkor abból fejlesztettük tovább az egészet. Igen, hát igazából az van szerintem, hogy
itt nem karakterutak vannak, nem jelöltük ki mi, hogy A-ból B-be kell eljusson, vagy nem is hiszem, hogy feltétlenül fontos az, hogy végig lehessen azt látni a színpadon, meg ebbe az előadásban főleg, hanem igazából tényleg ilyen rezgésekre, vagy találkozáspontokra mentünk rá, ami egy színésznek a kezébe adhat valamit, és amiből együtt létrehozhatunk valamit. Vannak olyan szereplők, akik meg sem szólalnak a színpadon, és mégis betöltik a teret, hogy valahogy azt így belülről kellett meghatározni, de attól, hogy nem írtunk szöveget, attól még volt az a beszélgetés, mondjuk, aminek az eredménye. Igen, alapvetően tényleg az állapotok voltak azok, amelyek nagyon meghatározóak voltak. Igen, mert tényleg nem egy hagyományos tankönyvbe leírt pszichológiai utat járnak be a karakterek, mint nem tudom, Csehovnál, ami teljesen rendben van amúgy, tehát nem akarok ennek ellentmondani, csak úgy érzem, hogy itt sokkal fontosabb volt az, hogy a jelen pillanatból kifakasztani olyan érzeteket, olyan érzéseket, olyan gesztusokat, amelyek utána akár hullámokat tudnak elindítani. Nagyon szigorúak velem, azt mondták, már csak egy percünk van, azt nem haladhatjuk meg, még arra is, hát igen, ez a jövő előadása, ahogy Bátalórát mondta, egy nagy bók volt. A technopoetikus előadás, ezt először hallom, ezt a kifejezést, ezt még fejtsétek ki. Én úgy éreztem, hogy mit értezte ez alatt, mert én ott voltam, láttam az előadást. Én valahogy hiszek ebben, vagy legalábbis így az előadásaim nagyon fragmentáltak, többnyire mindig ez egy kicsit már kezd egy akár aláírás is lenni, de nem feltétlenül az a cél, hanem hogy azt hiszem, hogy az életben is most itt beszélgetünk, utána elmegyünk, próbálunk, utána ebédelünk, vacsorázunk, nem tudom, jön egy előadás, holnap már egy másik városban vagyunk, egy másik országban vagyunk, és azt hiszem, hogy tényleg van egy, tehát így azt látom egyre inkább, hogy az emberek között létrejött egy uniformizálódás, ami azt jelenti, hogy tényleg egyre inkább jelennek meg a különféle telekommunikációs kütyük, otthon, stb. Annak ellenére valahogy azt érzem, hogy nagyon súlyosan ellehetetlenítjük az egymással való valós találkozást és beszélgetést. Na és visszatérve így a technopoetikus installációra, hogy az egy, ahogy Csilla is fogalmazott, Albert Csilla, egy féle buli, egy életérzés, egy vibe, ami viszont muszáj átmenjen egy olyan költészetbe, amely a személyes gondolattól kiindulva tud egy metafizikus és univerzális dolgot képviselni. Hát igen, Botival dolgozni olyan, mint egy nagy parti. Ezt hallottuk Csillókától. Ágnes Botont köszönöm, hogy itt voltatok. Mi én is nagyon sokat beszélgetni kellettek, de hát ilyen szigorú szabályok szerint működünk mi is. Tehát gyorsan elmondom a nézőknek, hogy aki kedvet kapott, most öltözhet és indulás színházba 8 órától játsszák a vakokat, és 16-án ismét lesz egy előadás, szintén este 8 órától.